15 éve vagyok aktivista, 15 éve állok ki önszántamból az igazságtalanságok a gyengébbek eltiprása ellen, vállalva minden kockázatát annak, hogy akár személyesen nekem rosszabb is lehet, de csak így tudunk elérni társadalmi célokat, írta az LMP EP lista vezetője mai Facebook posztjában azzal kapcsolatban, hogy virágzik a bánáti bazsarózsa a mecsekben. Vágó Gábort arról is kérdezzük, milyen helyzetekben járt ő rosszabbul. Mondhatnám, hogy kinyílott és megírta klasszikusokkal. Vágó Gábornak jó estét kívánok az LMP EP lista vezetőjének. De nem csak a bazsarózsa, mert hogy végignéztem mostanában a Facebook oldalát, ami egy kampányban, ugye kampányüzemmódba kapcsol, és olyan témák vannak ott, mint hogy a fecske a legjobb rovarölő, a fecskefészek leverése bűncselekmény, és egy halom elég tragikus fotó halott oposszumukról, halott teknősökről és halott denevérekről. Nyilván ez egy zöldpárti politikustól nem meglepő, de mennyire hatékony, mennyire vevők erre a magyarok? Tömeges kihalási hullámban vagyunk benne. Ez a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld történetében, és ez eléggé komoly probléma. Tehát nem tudom, de tömeges lájkokat azért nem hozott? Hát, hogyha én nem lájkokra vadászom, hanem van egy célom, amit el szeretnék érni, hogy megmentsük a földbolygót a kipusztulástól, hogy az emberiség kipusztuljon, és ezt ki kell mondani a nyers igazságot. Lehet, hogy ez sokaknak nem tetszik, mert kíméletlen, hogy kinyírjuk magunk körül a természetet, de ez az igazság, és erre föl kell hívni a figyelmet. Tehát, hogy nem, itt a bazsarózsa az csak egy régi volt akcióra való visszaemlékezés, ugye, amikor a Zengön lokátort akartak építeni, és azt gondoltuk, hogy a hatalom nem gázolhat át mindenen, és annak a speciális bazsarózsa fajnak ott van a legfőbb termőterülete, és ezért meg kellett védeni, és ezért a bazsarózsa szimbólumává vált a Zengőért küzdő aktivistáknak. De úgy nem tudom, hogy sokan nézték mostanában a David Attenborough-nak a Földünk újfajta dokumentumfilmjét, és én is magam is hát rosszul érzem magam utána. Ez a klímadepresszió, amiről Greta Thunberg is beszél, az bennem is itt van. Tehát hogy nagyon rosszul érzem magam, szorongok attól, hogy mi lesz a bolygónkkal. 11 évünk van arra, hogy megállítsuk a klímaváltozást. Nem lehet most már totojázni, cselekedni kell. És ezek a sokkoló képek a halott oposszumokról talán fölkelti az embereknek is az gyakorlatilag érdeklődését. Ugye aki nem osztja Donald Trump véleményét, aki szerint nincsen klímaváltozás, közük senki nem vitatkozna önnel. Az én kérdésem, a magyar kormányzatban sokan, tehát amikor az LMP megkérdezte a magyar kormányt, hogy mit fog cselekedni a klímaváltozás kapcsán, azt mondták, hogy még tudományos vita van erről, hogy az ember okozta a klímaváltozást. Tehát ez teljesen alufólia sisakos, őrült gondolkodás. Itt vagyunk, ég a ház, ahelyett elkezdenénk oltani, arról beszélgetnénk, ez nem is ég, ez csak úgy néz ki, mint hogyha világítana. Na igen, viszont hogyha megkérdezzük a magyarokat, hogy mit tartoznak a legfőbb problémáik közé, akkor mondjuk felsorolják az egészségügy témáját, az oktatást, mondjuk a korrupciót, de mondjuk a jó levegő kérdését, vagy a klímaváltozás kérdését nem. Nézze, októberben föltették azt a kérdést, hogy az egész Európai Unióban, így Magyarországon is az Euróbarométer közvéleménykutató, hogy mi az európai parlamenti választás legfőbb témája. Magyarok 13%-a azt mondta, hogy a klímaváltozás. Most már ez még nagyobb arányá vált az egész Európai Unióban, hiszen az a mozgalom, amit elindított ez a 16 éves svéd kislány, ez most már áttematizálta. Nem tudom, hogyha látta ma a híreket, Londonban a pályaudvart foglaltak el a klímaváltozás kapcsán elindult tüntetők, de Budapesten is lesz majd egy klímamenet április végén, ott Igen. is ott leszek, és nagyon fontos az, hogy minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy politikai cselekvésre van szükség. Az nem elég, hogy egy-két ember szelektíve gyűjti a szemetet, biciklire vált, ameddig a legnagyobb szennyező vállalatokat hagyjuk tovább szennyezni, hagyjuk azt, hogy piszkos díleket kössenek a kormányzatokkal, ők addig szennyezni fognak. Ameddig a profit fontosabb, mint az ember a politikusoknak, addig a profit fog diktálni. Megállt kell parancsolni, és csak az emberek tömege tud a politikára olyan hatást gyakorolni, hogy azután képes legyen szabályozni a gazdaságot is. Igen, de mondjuk egy olyan néző, akinek meg az a legfőbb problémája, hogy mondjuk még ha szennyező vállalatnál is dolgozik, de legyen állása, őt hogy győzné meg, hogy ez ennél fontosabb és egy nagyságrenddel perspektívikusabb kérdés? Mit fog enni?
5 év múlva, 10 év múlva, hogyha elmegy a piacra, látja, hogy 50%-kal növekedtek a zöldséggyümölcs árak az aszály miatt. 20 éve nem volt ilyen aszály Magyarországon. Ez a klímaváltozás hatására van. Hogyha kimegy a kiskertekbe, ott vannak ezek a spanyol mesztelen csigák. A városokba elszaporodtak a poloskák. Itt vannak a kullancsok. Tehát én kutyás vagyok, látom, hogy mennyi kullancs van állandóan, és ez az emberekre is veszélyes. A Lyme-kór az egy nagyon lassan leépíti a szervezetet is, radikálisan nőtt az elmúlt időszakban a Lyme-kor való fertőzés. Főleg vannak olyan megyék, például Zala megye, ahol kiemelten nagy a veszély. És ezek mind-mind a klímaváltozás hatása. Itt vannak a trópusi betegségek. Beszélgettünk az egészségügy helyzetéről. Teljesen újfajta betegségek fognak megjelenni Európában a klímaváltozás miatt. És hogyha ilyen ramaty állapotban van az egészségügy, föl se vagyunk készülve olyan vírusokra, amikhez nem vagyunk hozzászokva egyáltalán. Ez mind-mind a klímaváltozás. Igen, de más perspektívából meg mondjuk mondhatja azt ez az ember, hogy hát most ezen az egy emberen semmi nem múlik, majd hogyha a nagy hatalmak világszerte megállapodnak, akkor lesz érdemi eredmény klímaváltozás. Mondhatja ez 7 milliárd ember, hogy rajta nem múlik semmi, és akkor nem fog változni semmi. De hogyha föláll egy csoport, aki elkezdi a változást, hozzájuk egyre többen fognak csatlakozni, mindig így történtek a változások a világban. Dugódíj. Ugye ennek a hétnek ez is témája. Ugye kapcsolódhatna ide, de azért általában a dugódíjat azt inkább pénzbeszedési technikaként szokta bármelyik hatalom behozni a gondolkodásba, és nem forgalomszervezésként, pedig eredetileg nyilván ez lenne a cél. Nem is, pont ez a célja, hogy tiszta levegőt tudjunk belélegezni. Beszéltünk az egészségügyről. Rengeteg pénzbe kerül azok a betegségeknek a kezelése, ami a rossz levegő miatt van. Évente közel 1500 ember hal meg a rossz levegő miatt Budapesten. Hogyha az ő kórházi költségüket csökkenteni tudnánk, az egészségügyi nyomás is kevesebb volna a TB kasszán. A dugódíj nem egy pénzbeszedés. A dugódíj arról szól, hogy egészséges város legyen. Ezt kell megérteni. Igen, nekünk most kényelmetlenségekbe kell belemenni azért, hogy a jövő élhető legyen. De ez nem egy jó üzenet. Tudom, hogy ez nem egy könnyen eladható ígérgetés, de ez a valóság. Hogyha most nem vagyunk képesek arra, hogy változtassunk a szokásainkon, akkor pár év múlva radikálisan kell változtatni, mert hatalmas pofont fogunk a természettől kapni. Milyen szokás sem változtatott, ami kényelmetlenséget okoz? Én személyesen? Tehát, hogy nagyon keveset autózom, és meg kevesebb húst eszem. Ez nagyon furcsa, amikor állandóan politikusok pacallal pózolnak a nagybajt közepén, de szerintem az tényleg fontos látni, hogy igenis a marha az egyik legnagyobb hatású a klímaváltozással kapcsolatos gázok kibocsátásában forrásként. Sokkal kevesebb. De ez ennyire tudatos volt, hogy igen, akkor emiatt marhát többet nem, vagy kevesebbet? Hát meg igyekszem helyit vásárolni, tehát hogy ne avokádót például nem eszem, pedig a kedvesem nagyon kedveli. Én mondtam, hogy én ilyen klímaszennyező zöld gyümölcsöket nem akarok enni. Tényleg? Komolyan, de hát, hogy ez szerintem fontos a mindennapokban, hogy tudatossá váljon az, hogy nem távoli helyekről érkezett zöldséggyümölcsöt eszünk, hanem helyit. És ezzel a helyi gazdaságot is támogatjuk. Hát igen, és az átlag magyar meg abban gondolkodik, hogy azt veszem, ami olcsó. Igen, de azt is látni kell, hogy... És általában nem az avokádó az. Nem, de azt is látja, hogy egyre drágább az zöldséggyümölcs, és pont ma tartottam sajtótájékoztatót a kapcsán, hogy a génbankokat a magyar kormányzat leépítette, és miközben arra volna szükség, hogy például az érdi Elvira Majort meg tudjuk menteni, egyszer már az LMP megmentette, de megint oda akarnak rakni egy ipari parkot Európa legnagyobb csonthéjas génbankja mellé, miközben ott vannak azok a fajták, amik a túlélésünket jelenthetik a klímaváltozás közepette. Tehát, hogy ezzel hosszú távon kellene gondolkodni, hogy mindenki a rövidtávú profithajhászás, vagy a politikusként a rövidtávú szavazathajhászást választja, és nem az elveket nézi, és nem a hosszú távú közös célt, akkor óvatatlan az egész világ veszélybe kerül. Hát igen, csak ugye ez egy olyan játék, hogy ahhoz, hogy az ember hatalmon a céljait meg tudja valósítani, szavazatokat kell szerezni, és lehetőleg minél többet. Azt meg, hogyha egy olyan témával próbálja, ami nem biztos, hogy népszerűtlen, csak marginálisnak tűnik, hogy tűnne az nehéz. Nézze, tegnap itt volt a Német Zöldeknek a klímapolitikusa, vendégül láttam, és beszélgettünk utána, ő sajtótájékoztatót tartott, elmondta, hogy az európai zöldekként mi az a 10 lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a klímaváltozás kapcsán most azonnal cselekedjünk. Utána beszélgettünk. Ő meg azt mondta, náluk már nagyon unalmas a klímaváltozás, mert mindenki azzal kampányol.
Tehát amikor már Manfred Weber, az EPP-nek a csúcsjelöltje, ott pózol Greta Thunberg mellett, mert ő is tudja, hogy a néppárti agendában nagyon fontos a klímaváltozás, akkor ez föl kell fogni, hogy ez most már a mainstream részévé vált, és sajnálatos módon azonnal cselekvés kell, és nem elég az, hogy zöldre festik magukat politikusok, mint például Áder János, aki azt mondta, hogy jaj, nagyon fontos a klímaváltozás, de minden egyes olyan törvényt aláírt, ami ezeket a legnagyobb szennyező gyárakat helyzetbe hozta. És ön szerint mikor fogunk ott tartani, hogy mondjuk Greta Thunberg nyomán idehaza ne csak 300 fiatal sztrájkoljon a klímaváltozásért, hanem hát nem tudom, mondjuk nagyságrendileg 1000 vagy akár 10 000 is. Hát nem tudom, az én laptopomon vannak matricák, az egyik az olyan hashtag sexify the climate, tehát hogy pontosan arról van hát, szó. Szexi harcolni a klímaváltozásra. Igen, tehát hogy pontosan arról van szó, hogy a fiatalok most már érzik, hogy ez probléma, az látszik a közvélemény kutatásokban, hogy 30 alatt a környezetvédelem az elsődleges számú kérdés a fiataloknál. Az, hogy közösségi megoldások kellenek, és az aktivizmus az... megéri, mert el tudunk vele érni célokat, ebben a magyar társadalomnak fejlődnie kell, remélem, hogy jó példát tudok mutatni ezeknek. Na és nyilván a klímaváltozás elleni harcról beszélünk, ezt nem tettem hozzá én sem, meg se. Viszont akkor még egy, hát most már lassan gumicsontszerű téma, ami azért nem elválasztható akár az EP kampánytól sem. Ma kiderült, hogy az a hang rendezni az előválasztást Puzsér Robert és Karácsony Gergely, meg ha lesz még érdeklődő bárki között. Puzsér Robert azt mondta, hogy amíg a kerületi megállapodás nem lesz teljes, tehát az LMP a Jobbik nem léphet be, addig ez felejtős. Hát ők ezt beszéljék meg, szerintem ez a legfontosabb, hogy jussanak dűlőre. De ez nem rondít bele az ellenzék LP kampányába? Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásokat el tudjuk választani az önkormányzati választásoktól, hiszen az egyik egy teljesen más dimenzió, mint a másik. Mert? Hát mert az európai parlamentnek a hatása az teljesen más. Például a klímaváltozás kérdését Budapesten nem lehet megoldani. Az európai parlamentben meg lehet oldani. A dugódíj kérdését, ami a klímaváltozás kapcsolatban egy részlet kérdés, azt igenis meg kell oldani Budapesten. Nagyon jó volna, hogyha a program kapcsán egyeztetne a dugódíjról Puzsér Robert és Karácsony Gergely, megegyeznének, hogy mindketten akarják a dugódíjat, én akkor mindkettőjüket tudom. Szerintem ebben mondjuk speciál nincs vita, sőt, mert Tarlós István is azt mondja, van egy aprócska bibi, hogy a kormány nem támogatja. Hát igen, mert a kormányzat rendkívül retrográd módon gondolkodik, és csak is az autók és az autóipari lobbit hozza a helyzetben. Hát miközben... vagy egy önkormányzati választás előtt nem akar ilyen népszerűtlen témával kampányolni. Hát akkor meg nézzen szembe a légszennyezettségi adatokkal. Tehát én csak ennyit tudok mondani, ami pedig az embereknek az életét keseríti meg. Tehát, hogy... Na jó, szóval ön érti azt, hogy az LMP miért utasította vissza azt, hogy belépjen ebbe az MSZPDK Momentum kerületi budapesti... Érteni vélem, de én továbbra is az EP kampány kapcsán szeretnék megszólalni. Szerintem, hogyha vannak kompetens megszólalók, akkor hívják meg őket a stúdióba, szívesen válaszolnak ezekre a kérdésekre. Igyekszünk, ilyen témában nem mindig olyan szívesen jönnek, de örülök, hogy most zöld kérdésekről beszélhettünk. Köszönöm szépen. Legjobbakat. És akkor még egy pillanat, mert hogy önök szerintem ilyenkor már tudják, hogy Jakubcsek Gabriella következő, aki elmondja, hogy mik a témái ma estére. Szia! Jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plus. Az elmúlt 20 évben meghússzorozódott az autista gyerekek száma, tehát ma 100 000-re tehető. Ez lesz az első témánk. A második pedig, hogy mennyivel nehezebb vajon a színészek sorsa, mint a színésznőké, úgy 40 felett. Várom önöket! Tartsanak tehát Gabival, holnap este pedig Rónai Egon várja önöket az Egyenes Beszédben, ma pedig még lesz a Spirit Tank híradó és fórum is. Szép estét!